Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most lesz nálad egy sors fordulat. Változik a helyzet, mégpedig a következő 4 héten belül. Mivel itt sors fordulatról van szó, megemlíteném azt, hogy június 21-én van egy nyári napforduló, és ez jelenti a változásokat ezen a napon. Tehát június 21-én tartok egy nagy szertartást, hogy legyen egy fordulat az életedben. Ez lehet munkahelyi változás, változás a párkapcsolatot illetően, vagy a családot, a lakhelyet illetően, mégpedig abba az irányba, amit szeretnél elérni. Részt vehetsz ezen a szertartáson. Egy ilyen energiai egyensúly által a díjam 3500 forint. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az e-mail címem rituál@dendera-susanna-medici.com. És most megtekintjük itt a kártyákat. Itt alul látható a jelenlegi helyzet, vagy itt vannak az alapok, erre az alapra épített fel a közeljövőt. Itt ez a férfi látható a képen, ez lehet a te lelki társad, vagy a te hozzáállásod valamihez. Itt látható ez a királyi kosztüm, tehát itt egy királyról van szó, de itt a háttérben, ahogy ő alszik, betegeskedik, inkább olyan szerény, visszahúzódó. Hol ilyen, hol olyan. Vannak pillanatok, amikor olyan a fellépése, mint egy király, ő áll a középpontban, nagyon magabiztos, és vannak olyan pillanatok, amikor visszahúzódik, betegeskedik, nyafog, nincs jól, és nem tudja, hogyan tovább, olyan bizonytalan. De javulni fog a helyzet, ami kettőtöket illet, de itt javulni fog a helyzet, hiszen látható ez a szerelmes pár, és szimbolizál téged és őt. Itt lesz közeledés, találkozás, olyan, minthogyha mindketten szerelmesek lennétek, és ő így tekint rád, te így nézel rá. Itt lesz egy új kezdet, itt látható egy kisbabának a születése, Jézus Krisztus születése, tehát jelenthet vallási témákat is, és itt van a Szent Anya. De ennek a képnek, ennek a kártyának természetesen szimbolikus jelentése is van. Itt látható a rák jegyének a szimbóluma, a hold szimbóluma. Ez lehet egy kisbabának a születése, ez lehet család alapítás, egy otthon, de jelenthet egy új kezdetet is. És ez az új kezdet, egy megfelelő időpont, hiszen itt megvan az isteni segítség, a hold energiája, az álmok, a vágyak, a remények beteljesednek. És itt látható egy oltár, egy templom, ahol megvan a hit, és itt láthatóak az ajándékok, a hála. Köszönd meg hálával a jó Istennek, hogy most javulni fog a helyzet, különösen ami az otthonodat illeti, ami a szerelmet illeti, és betegségeknél lesz itt javulás. Itt ez a kártya nem csak a betegséget és a gyógyító erőt jelenti,
hanem lehet a te munkahelyed is ezen a területen, vagy az ő munkahelye. És mi várható 2 héten belül, az itt látható, tehát megnézzük a jövőt. Itt egy pár vagytok kéz a kézben. Itt a halak jegye és Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket, az elképzeléseket, és itt az ikrek jegye, Merkur bolygó utal a cselekvésekre. Itt lesz találkozás, itt lesznek beszédek, az is előfordulhat Merkur bolygó energiájánál, hogy vannak bizonyos szerződések. A lelki társad nagyon magabiztos, elfoglalja a trónját, elfoglalja a helyét az életben. Megvan ez a magabiztos fellépés, és itt a közelség, a találkozás, egy új irány. És itt kilépsz ebből a tojásból, ez olyan, mint egy újjászületés. Itt lesz egy új kezdet. Mégpedig azon az élet területen, ahova tekintesz. Ha van egy elképzelés, hogy javuljon valami a szerelemben, akkor az úgy lesz, itt javul a helyzet. Ha szeretnél egy új munkahelyet, akkor itt is lesz egy munkahelyi változás, itt Merkur bolygó jelenti a szerződéseket, és itt látható, hogy lesz egy újjászületés, ami szimbolizál egy új kezdetet. Persze ez a kép utalhat arra is, hogy itt lesz egy kisbabának a születése. És mi várható 4 hét múlva? Ő integet feléd, de te a szigeten vagy. Tehát neki el kell gondolkozni azon, hogyan tudna elérni téged. Te figyelget, integet, keresi a kapcsolatot, és itt látható az aranyeső, itt arany hullik rád. Ez jelenthet nyereményeket, jelenthet egy új, előnyös munkahelyet, azt is jelentheti ez a kártya, hogy szerencséd lesz a párkapcsolatban, ő közeledik hozzád, eljut a szigetre, és akkor megvan ez a szerelem, és itt kivirágzik valami, lesz termés, tehát az anyagiak is fognak javulni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!